Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm dr. Döbör Andrást, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának dékánját. Köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság, Orvostudományi Bizottság megjelent tagjait, egészségfejlesztő megjelent tagjait. Köszöntöm ünnepeltjeinket, előadóinkat. Köszöntök továbbá minden kedves személyesen és virtuálisan megjelent kollégát, barátot, hallgatót, vendéget. Tudományos felolvasó üléseink hagyományosan két programpont köré épülnek. Az egészségfejlesztésért emlékérem átadása és a tudományos előadások. A COVID-19 sok mindenre megtanított bennünket, többek között arra is, hogy a virtuális tér a végtelen lehetőségek tárháza, amellyel még több emberhez eljuttathatjuk tudományos rendezvényünket, ezért konferenciánk a meghívóban szereplő YouTube linken azok számára is követhető, akik ma nem tudtak személyesen megjelenni. Tudományos felolvasó ülésünk kiemelt eseménye az egészségfejlesztésért emlékérem ünnepélyes átadása. Elnézést kérünk, még új számunkra ez a hibrid megoldás, soha nem közvetítettünk még így konferenciát, de ezen túl ez majd mérvadó lesz. Nagyon szépen köszönöm. Az emlékérmet hagyományosan az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet jogelődje, az akkor még Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék fennállásának 10. évfordulóján 2005-ben teremtettük meg. Minden esztendőben a tudomány ünnepe alkalmából az egészségfejlesztésért emlékérmet olyan kiemelkedő szakemberek kapják meg, akik munkásságukkal jelentősen segítették, előbbre vitték a hazai egészségfejlesztés ügyét. 2005 óta 31 kiváló szakember kiemelkedő munkáját köszöntük meg így módon. Sajnos az elmúlt évek során 5 kiváló szakember távozott díjazottaink köréből. Frenkő Robert professzor úr 2010-ben, Sonfai Béla professzor úr 2015-ben, Makara Péter tanár úr 2016-ban, Isvár Modi professzor úr 2017-ben, és legutóbb Békés Imre professzor urat vesztettük el 2021-ben. Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy egy perces néma csenddel adózzunk az emléküknek. Nagyon szépen köszönöm. Az idei évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az emlékérmet dr. Vér András professzor úrnak és professzor dr. Benkő Zsuzsannának professzorasszonynak adhatjuk át. Az érem átadására felkérem dr. Döbör András dékán urat és dr. Habia Talkó Klára intézetvezető asszonyt és elnökasszonyt. Dr. Vér András az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgatója volt 1986 és 2002 között, 2006. január 6-án halt meg. 1994-től 1998-ig a Népjóléti Minisztériumban a mentálhigiéné miniszteri biztosa volt. Ebben a tisztében ismerte meg Benkő Zsuzsannát, aki ekkor már az egészségfejlesztés mentálhigiéné területén dolgozott, orvosegyetemi kollégáival és másokkal. Az 1991-ben indult, több szinten zajló, már tapasztalatokkal rendelkező szegedi oktatási programok és nemzetközi kapcsolatok alapján
Óriási bizalmat szavazott főigazgató úr Szegednek. Tanszék született az Országos Mentálhigiénis Program keretében 1995. szeptember 1-én. A tanszék helyszínéül a többszöri, több egyetemmel történt tárgyalás alapján a Juhász Gyula tanárképző főiskolára esett a választás, amely akkor már a Szegedi Egyetemi Szövetség része volt, és a Délalföldi Mentálhigiénis Programirodával közösen az országos program zászlós hajójává válhatott. Vér András fáradhatatlanul segítette az országos hálózat megerősítését a többi regionális programirodával, a szegedi modellre építve. Ha kellett, bárhol az ország területén megjelent tárgyalni rektorokkal, vagy éppen a minisztériumi bürokratákkal Budapesten. Szelíd, de nagyon kitartó hozzáállása nyomán meg is született egy nagyon jól működő hálózat, és egyre ismertebb és elismertebb lett a mentálhigiéni, az egészségfejlesztés, egészségnevelés. Ebben a munkában jelentős szerepet biztosított a mentálhigiéni széles spektrumának. A Magyar Hírlapban hetente egy teljes oldalon megjelent cikk gyűjteménye, amely az országos hálózatban résztvevő különböző szakemberek számára nyitott volt. Miniszteri biztos úr számára mindegy volt, hogy melyik szakma képviseli a mentálhigiéni ügyét, de már korán a főbb szakmákat, orvos, pszichológus és szociológus, azt szerint nézte, melyik tudja leginkább integrálni azokat. Így esett a választása is a szegedi modellre. Aki ismerhette, dolgozhatott irányítása alatt, az mindig a legnagyobb őszinte tisztelettel, nagyra becsüléssel beszélt róla. Egy nagyvonalú vezető volt, aki a megbízatását az általa képviselt ügy érdekében használta csupán, soha nem adta a legkisebb jelét sem a birtoklási vágynak, és betyvát sem fűtötte, ahogy erről a hármasságról a lelkiségi teológia fogalmaz. Az elért eredményeket mindig munkatársainak tulajdonította. És mit tükrözhetné hívebben azt, ahogyan Vér András gondolkodott a mentálhigiénéről, mint saját szavai, melyeket a Ne üljön lelkünkön szenvedés című 1995-ben megjelent kötetünk előszavában fogalmazott meg. Idézem. A mentálhigiéni egyik feladata a sok között az, hogy olyan művelt, széles látókörű, hatásos önismeretre támaszkodó fiatalok képzését vállalja, akik az egészséget, mint értéket közvetíthessék az utánuk következő generáció felé. Tudott tény, hogy az egyetemre kerülő és ott végző fiatalok számával arányosan nő a pszichológiai kulturáltság, és csökken a különböző szenvedélybetegségek, neurózisok, pszichoszomatikus korformák jelentkezése. A kiművelt ember megalapozza az egészséges nemzetet, megalakítja a polgári rendet, minőséget termel, önbecsülést teremt, identitást javít. Idézet vége. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az egészségfejlesztését emlékérmet professzor úr özvegyének és fiának átadhatjuk, ha ez most jelenleg virtuális formában valósul meg. Szeretném megköszönni egy pár szóval a jelenlévőknek, szervezőknek, és mindazoknak, akik foglalkoznak és hivatásuknak tekintik a mentálhigiéni és az egészség tudatosság és oktatásnak az ügyét. Soha nem volt erre nagyobb szükség, mint most, a járvány idején, ahol, és örülök, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy folytatják a férjem, dr. Vér András munkáját. Köszönjük szépen! Természetesen az emlékeimet postai úton el fogjuk juttatni. Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy most egy kicsit kilépjek a szerepemből, mert úgy gondolom, hogy következő díjazottunk, mesterem és barátom méltatását, csak is én olvashatom fel. Tisztelt professzorasszony, kedves Zsuzsa! Engedd meg most nekünk azt, hogy köszöntünk, inkább személyes hangvételű legyen. Az egyik kedvenc íród, Hamvas Béla azt mondta, az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Te ezt már többször is megtetted, és bízunk benne, hogy még sokáig tenni fogod.
Teremtettél egy Magyarországon addig ismeretlen fogalmat, az egészségfejlesztést. Teremtettél köré egy nemzetközileg is elismert iskolát, tanszéket, intézetet, kutatócsoportot, akadémiai munkabizottságot. Teremtettél e fontos disziplinát közvetíteni képes pedagógusokat, egészségfejlesztő mentálhigiénikusokat, az egészségfejlesztő szemléletet mindenkori munkájukba integrálni képes, a természeti és társadalmi környezetükbe integrált szakembereket. Megteremtetted az egészségkultúrára törekvő embert, a Homo sanust. Teremtettél egy a karunkkal együtt 12 magyarországi felsőoktatási intézményből álló országos hálózatot, ahol a kihelyezett képzéseink folytak, és teremtettél a Szeged-Csanádi Egyházmegyében egy országosan, de megkockáztatom, hogy a világon is egyedülálló egészségfejlesztő köznevelési hálózatot. Teremtettél egy multidisziplináris szakembergárdát, akiknek megtanítottad az interszektoriális működés fontosságát, és azt, hogy mindig rendszerben kell gondolkodni. Teremtettél hazai és nemzetközi projekteket, kutatásokat, együttműködéseket. Megtanítottad nekünk, hogy mindenre képesek vagyunk. Amit csak meg szeretnénk valósítani, a saját tapasztalásunkkal éreztük az empowerment hatalmát. Teremtettél hagyományt és modernitást, utódokat és követőket. Ám a legfontosabb, hogy teremtettél belőlünk egy igazi közösséget, egy nagy családot. Gondolataink zárásaként ugyancsak Hamvas Béla szavaival élünk. Nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, hanem ha megtaláltad a kimeríthetetlent. Te megtaláltad a kimeríthetetlent, és szerencsések vagyunk, hogy a végtelen részeivé tettél bennünket. Szeretettel gratulálunk. Szívből gratulálunk a díjazottaknak. Tisztelettel köszönöm dékánulnak és intézetvezető asszonynak a díjak átadását.